Na, akkor nával elkezdtük. Erre a csodás napra a következő tematikát találtam ki. Eljutottunk odáig, hogy talajképző folyamatok, talajképző tényezők, már mindenki tisztában van vele, ugye? Ezek most így ki fognak derülni, rövidesen, de nagyjából ugye így jutott el így a talajtan tudománya is odáig, hogy észrevette azokat a dolgokat, hogy helyhez kötöttek a talajképző folyamatok. Helyhez kötöttek azok a dolgok, amik aztán egy bizonyos aspektusát a talajnak megteremtik. És mindezt a dolgot ugye el kellett valahogy így pakolni, így fakkokba, és kitalálták, hogy osztályozzunk. Ugye ez az osztályozás, ez a rendrakás. Mi az, amit tudunk? Ez egy ilyen koncepció, sosem végleges, mindig csak a megfelelő szintű tudásnak megfelelő az osztályozás. Jelen pillanatban már ez fejlődött, hála Istennek. Magyarországon a hivatalos osztályozás az még fejlődés alatt, de már itt fogok tudni mutatni egy ilyen lépést, mifelé tartunk. Ellenben az, ami még jelenleg is, és Stefanovics Pál nevét biztosan hallottuk, ő az, aki így a legvégét lefektette ennek, jelenleg is érvényben van nálunk, és alapvetően egy nagyon szép, ezt majd körbeadom, addig lehet nézegetni, itt ezeket a foltokat nézegessük, a angol nyelvűt találtam csak, genetikai osztályozás, tehát jelen pillanatban amink van, az egy genetikai, illetve talajföldrajzi osztályozás típusú ötletgyűjtemény arra, hogy hogyan is rendszerezzük az ismereteinket a talajokról. Hogyha megnézzük ezt a térképet, körbeadom, és akkor mindenki megnézheti közelebbről. Ha megnézzük ezt a térképet majd, azért elég jól látszanak ugye a hegyvidékeink, a homok területeink, az öntés területeink, ergo így eléggé kijön az, hogy milyen domborzata, kőzetei, geológiája van Magyarországnak, abból is, ahogy jelen pillanatban megrajzoltuk a genetikai talajosztályok szerinti térképet. Ez miért érdekes nekünk? Miért érdekes? Miért érdekes a talaj? People! Ne között. Hát a mezőgazdasági művelhetőség. Kitűnő. Mire jó? Mi lesz benne? Ugye azt mi fogja mi fogja eredményezni? Hát a tápanyagtartalom például, vagy a nedvessége a talajnak. Így van. Kitűnő. Ez pedig ugye azt fogja meghatározni, hogy milyen éghajlati körülmények között, ugye a talajképző tényezők, milyen talajképző kőzeten, milyen növényzet alatt alakul az ki. Nagyon jó. Azért jó ez a rész, ahova mi most itt kijöttünk, mert a szúnyogok nem itt laknak az erdőben, a szúnyogok azok onnan jönnek a kistóból, van, aki majd közelebb is megy hozzá. Az lenne az alapötlet, hogy csinálunk három csoportot. Interaktív lesz, úgyhogy nem szundikálunk. Három csoportot. Egyik helyre kell egy fiatal ember, nem mert azt hiszem, hogy itt egy harmadikat is tudunk, de végül is elég kettő is. A három azért lenne érdekes, mert akkor nagyobbat merítünk. Az egyik csoport ezt itt letisztogatná, és lenne 10-15 perce azon, hogy felismerje, már volt terep, tehát már voltatok itt, tehát felismeritek a talajképző folyamatokat abban a szelvényben, felismerje a talajképző folyamatokat, melyek ebben a szelvényben vannak, illetve azokat a talajképző tényezőket, amelyek legjobban meghatározzák ennek a szelvénynek a kialakulását. Egy másik csoport elsétál a kistóig, ahol teljesen másféle környezet van, ott fúr egyet, és azt a fúrást fogja nézegetni, kevésbé lesz látványos, mint ez a szelvény egyértelműen, de abban is sok minden látszik majd, és ott is megpróbáljuk a talajképző folyamatokat felismerni. Majd ha mozgunk, akkor már kevésbé csípnek. Egy harmadik csoport pedig itt feljön velem, oda kell majd az ásó, és ott van egy harmadik típusú kis talaj, amit kettő darab ásó nyomással ki tudunk ásni, azt is megnézzük,
és utána összegezzük az élmények, a tapasztalatok alapján fogjuk ezt a talajosztályozás témát megközelíteni. Én maradok. Én. Jól van. Addig azért ajánlom, hogy nézegessétek, sok mindent fel lehet rajta ismerni, illetve nézegessétek azt is. Itt van egy segédanyag, úgyis itt fogjuk kezdeni. Mindenki mélázgat, itt vannak centik, kiskéssel meg lehet birizgálni. Meg van sósav is. Mire jó a sósav? Az már megy? Nem a mészkő. Mész. Mész. Másodlagos, illetve lehet akár mészkő is. Nagyon jó, és keressük meg a kis rendzinánkat. Tehát ahhoz, hogy a talajosztályozás részt megértsük, ahhoz nagyon fontos, hogy a talajképző folyamatokkal tisztában legyünk. Felismerjük ezeket a dolgokat, hogy milyen különbségek vannak. Különböző vegetáció, klíma, vagy domborzati viszonyok szerint. Tehát itt van egy ilyen, itt van elég sok segítség, egészen pontos leírás van ott a szelvényről, amiben lehet, hogy említés esik még a talajképző folyamatokról is. Legalábbis azokra a különböző megjelenési formákra utal, de nem, itt elhangoznak a kulcsszavak. Elhangoznak. Nem mondhatjuk, amit tudunk. Nyugodtan. Alakul. Na, kezdjük a tetején. Kezdjük a tetején. Ez mindennek a teteje. Kis kését. Hát ugye, hogy a felső réteg az ugye humuszban gazdag, és hogy az később jött rá, mint az a kavicsos rész, mert a kavicsos rész volt egy lejtő először, és ugye a vagyunk, és ugye... Akkor ez érkezett. Ez nem itt alakult ki. Igen. Igen? Ezen gondolkodjunk még egy kicsit. Mi ez itt? Jaj, hát várjál, nem ezekből keletkezett. Ez a szín? Tehát akkor ez itt volt? Nagyon jó! Minden úgy kezdődött, hogy volt a fa. Igen. Ami elhalt. Éves szinten elképesztő mennyiségű szerves anyag bomlik le itt villámgyorsan egyébként, mert hatalmas vastag avartakarót látunk itt ősszel, és itt vagyunk tavaszra, még mindig van, de jóval vékonyabb. Mindenki emlékszik arra, hogy ősszel tudunk térdig gázolni az erdőben, tavasszal már rendesen a talaj felszínén mozogsz. Ez egy nagyon gyors lebontására utal a szerves anyagnak, ami miből ered? Miért gyorsít minden az erdő alatt? Miért van itt egyáltalán erdő? Miért tud élni itt egy ekkora nagy lény? Neki megfelelő a táplálattartalma a talajban, és a hőmérsékleten. De van egy még fontosabb klíma dolog, nem rossz. Pontosan. Vannak a hegyvidéki területeink, és most Magyarország hegyvidéki területeit, ez a kis UV-dombunk fogja szimbolizálni, ahol mondjuk a Bükk-alján van 600 milli csapadék, felmegyünk, a Bükk-fennsík tetején 1000-1100 milliméter éves csapadékot tudunk mérni. Az hatalmas mennyiség, ahhoz képest, hogy az Alföldön bizonyos területeken 3-350 milliméter esik. Oké. Ergo, elcsíptünk egy talajképző tényezőt, kettőt is, ami az ebben a talajban lejátszódó talajképző folyamatokat befolyásolja. Mely talajképző tényezőt csíptük el? A csapadék minek a része? Hol szoktunk a csapadékról beszélni? Mik a talajképző tényezők? Kezdjük ott.
tényezők. Endre elmondta, láttam a videót, klorpt. Nagyon jó, azt utoljára szoktuk, de nagyon fontos. Mit mond? Só még egy. Aha. Most mondtuk, hogy ez itt a egyvidéki területeket jellemzi. Pontosan. Oké. Akkor az első talajképző folyamat, ami ezt a feketét okozza, pedig a... Nagyon jó. Ergo van egy erdőre jellemző nagyon gyors lebontás, nagy mennyiségű szerves anyag villám gyorsan bejut a talajba. Tagadhatatlan, hogy itt van lejtő irányú mozgás, azért is tud ennyire mély áthalmozott agyagos szerves anyagos szint kialakulni, de azért azt is látjuk, hogy ezt meggyúrjuk, inkább agyag, mint szerves anyag. Az igazán sok szerves anyag az csak itt van a tetejébe. Akkor hogyha azt mondjuk, hogy talajainkat beosztályozzuk, genetika. Mit jelent a genetika? Kialakulás. Pontosan. Kialakulás. Tehát kialakulásuk szerint, illetve egy valamilyen szintű talajföldrajzi koncepció szerint, akkor itt vagyunk egy erdőben, és ez egy erdőtalaj. Nagyon jó! Itt van egy papír, amit elfelejtettem az elején megmutatni, az egy kicsit meggyorsítja a dolgokat. Hol vagyunk akkor most? Ott vagyunk. Nagyon jó. Mit jelenthet az, hogy zonális? Hát ami mindegyikre jellemző. Nem, zonális. Igen, tehát a helyen. Helyi. Igen, ami alapvetően az éghajlat lesz a talajképző tényezők közül, tehát az éghajlat, és az éghajlat aztán ugye, tehát itt minden összefonódik, nem tudunk semmit se szétszedni, az éghajlat befolyásolja a növényzetet, az éghajlatot befolyásolja a domborzat, a domborzatot befolyásolja, hogy milyen talajképző kőzet van, stb. Stb. Ezek itt a mi magyarországi genetikus talajosztályaink. Vannak a vásztalajok, kőzethatású talajok, barna erdőtalajok, csernozjom talajok, szikes talajok, réti talajok, lábtalajok, mocsári erdők talajai, ami egy mítosz, öntés és lejtőhordalék talajok. Ezek az alap talajtípusok, amik alapján az itt mutogatott térkép van megrajzolva. Látszik az, hogy három darab részre van osztva. Ezt itt így mondhatjuk akár, nem mondhatjuk, de valamilyen szinten mondhatjuk, tehát ez a fejlettsége a talajnak, a romtalajok vagy vásztalajok nem igazán fejlettek, ott valami befolyásolja azt, hogy nem tud ilyen mély, szerves szint képződni, nem indulhat be megfelelő mennyiségű agyagosodás vagy agyagvándorlás és felhalmozódás. De aztán itt már azért a fejlettebb talajokról beszélünk. Jó. Itt látszik, hogy három dologra van osztva. Van ez a zonális, akkor azt már értjük. Azonális. Az pedig azt jelenti, hogy alapvetően a vízhatás nagyon jellemző lesz. Ez lenne majd a másik szelvény, amiben ne annyira látszik az, amit mutatni akartam, kicsit közelebb kellett volna menni a tóhoz. És van egy kicsi kis szelvényünk fent a hegy tetejéről, amelyik pedig ezt a kis alsót reprezentálja. Tehát itt vagyunk egy icipici kis területen, ahol három különböző féle talajt láthattunk. Jó. A barna erdőtalajok példáján akkor elcsíptük a humuszosodást. Mi a következő talajképző folyamat, ezt így bele kellett tűzni. Ami... következő talajképző folyamat... Nagyon jó, de az még kezdődik, ott a második sorban elhangzik.
Bizony. Kilúgzás. Minek köszönhető az erős kilúgzás? Hát az esőnek. Pontosan. Nagy mennyiségű csapadék hullik rá, oldatba visz mindent és jut le a talaj mélyebb szintjeibe. Mi az a másik dolog, ami még hegyvidékeinken történik, és talajképző folyamat? Az ott egy andezit vulkáni bomba. Ez pedig ugyanaz az anyag, csak eltelt ugye már mondjuk azt, hogy 8-12 millió év. Mi történik itt ezzel az andezit darabbal? Erre is rájöttünk már ott is. Na, mi történik vele? Úgy látom, az évnek csak két napja van, amikor ki lehet jönni a tanteremből, hogy a környezeti tényezők ne befolyásolják a figyelmet. Ha azt mondom, hogy ez ebből van, azt elhiszitek? Nem? Mondjuk úgy, hogy ebből is. Hát úgy már igen. Mi történik itt? Ilyen az andezit, amikor megszilárdul. Aztán ez itt már tökre másképp néz ki, pedig ugyanaz a kő. Sőt, ugyanaz az anyagoknak a halmaza. Mi történik? Mikor? Igen, de az még ugye elkezdődik először. Hát ugye a másodlagos. Nagyon jó, csak egy egyszerű szót keresek. Még Hevesi tanár úrnál is elhangzott. Málnak? Nagyon jó! Elkezdenek málani a kőzetek, elkezdenek szétesni a benne található ásványok. És ugye aprózódással kezdődik, az egész azzal kezdődik, hogy a nagy hegyből lesznek kisebb kövek, sokkal nagyobb felület lesz mállani, és beindul a mállás. És a mállással eljutunk, ugye az egy ilyen kémiai aprózódás, de ezt Hevesi Attila nehogy meghallja. Eljutunk idáig, minden egyéb kimosódik, vagy minden egyéb szétesik, vagy szilíciumoxidra, ami ott szintén elcsíphető lenne, már ez egy kicsit bolygatott ahhoz, és ezt hogy hívják? Előbb eljutottunk idáig ott a réti talajnál is. Mi ez itt? Mi ez itt? Tégla van belőle. Nagyon jó! Agyagosodás. És aztán, akkor mi történik a hegyvidéken a kövekkel? Nagyon jó. Így nagyon jó. És a kilúgzott szelvényen belül, és ezt is megmutatta Dobos Endre. Hol a bökő? Hol a bökő? Ott a bökő. Kilúgzott szelvényen belül. Á, itt tökéletes példáit látni talán. Nem itt, akkor itt. Mik ezek itt? Ezt is biztos megmutatta. Ott azon a részen. Itt. Megkapartam, más színe lett. Nem, nem. Ott pedig olyan barnás fényes, itt ha megkaparom, más a színe. Mik azok? Mi lehet ott? Ez mondjuk egy kavics mellett volt így felkenődve. Hát az agyag hátra. Nagyon jó. Tehát az agyag, az nem csak hogy úgy elkezd kialakulni a kőzetből, hanem elkezd mozogni. Nagyon jó. És fel is halmozódik egy bizonyos szintben, többnyire abban a szintben, ahol vagy változik a fizikai féleség, vagy a méz kicsapódik. Felsoroltunk egy csomó talajképző tényezőt ehhez a szelvényhez tehát. A fekete? Nagyon jó. A kenődős? Nagyon jó. A kenődős itt lent. Agyag mozgás. És ugye az, hogy egyáltalán mozog ebben minden,
Nagyon jó. Hangosabban. Tehát lesz egy ilyen talajképző folyamat csoportunk, ami alkot nagyjából hasonló megjelenésű szelvényeket. Ezek lesznek a barda erdőtalajok. Mit láttatok ott fönt a hegytetőn? A tégláról ne ejtsetek említést. Hát igazából rengeteg kisebb. Hoztam egy kis példát, ez alapján tudtok magyarázni. Hogyha ott a karikában rá kéne mutatni, hogy milyen típusú talaj volt ott fönt. Ezt is onnan hoztam, csak hogy teljesen. Igazából az biztos, hogy nem folyóvízi hordalék, mert hogy ahhoz túlságosan szögletes és nincs lekerekítve. Nem, itt most azt higgyük el, hogy az UV-domnak mondjuk van egy sapkája, ami ebből a andezit tufából áll. Tehát azt képzeljük, hogy itt ez egy pupocska, amit mondjuk egy andezit, ami nem igaz az UV-dombra, de ezzel szeretnénk azt reprezentálni, hogy ez egy olyan hegyecske, ami andezit tufából van, és ott a legtetején akkor mit láttunk? Na most akkor abból van, de nincs abból. Igen, mert itt most így reprezentálni szeretnék egy pár dolgot. Az UV-domb önmaga, ezek alapvetően szórt anyagok, inkább vulkáni bombák. De azt képzeljük, hogy ez az UV-domb maga egy andezit tufa hegy, egy nagy darab szikla, mint mondjuk a Bükknek egy nagy része, egy nagy darab mészkőszikla. Akkor a tetején mit láttunk? Hát akkor ez a vulkáni eredetű kiömlő kőzet. Pontosan, elkezdett kicsi darabokra. Hát akkor vulkáni bomba. Elkezdett aprózódni. A hegytetőn elkezdett aprózódni. Elkezdett. Ja, és akkor ennek az aprózódásában elkezdett kialakulni a talajképződés. Pontosan, elkezdett mállani is, de mivel ott van a hegytetőn, ahol állandó, hatalmas, nagy lejtőfolyások vannak, meg hasonló, mondjuk az a sok csapadék, az ott a erős lejtőn elvinni azt, ami kialakulna. Talajképződés csak kezdetleges tud lenni ott a... Nagyon jó. És tehát... akkor ez lesz, hogyha ott a karikában, így a nevezéktan azért eléggé, hogy mondjuk képletes, akkor ezt hova? Akkor ez a vásztalajok. Nagyon jó. Vásztalajok, vagy itt följebb esetleg, hogy egy kicsit fejlettebb, mert azért találtunk benne a kövek közt eléggé nagy mennyiségű talajosodott, agyagosodott részt, akkor kőzet hatású talajok. Tehát van egy olyan része talajainknak, amik így limitáltak a talajképződés. Alapvetően van olyan öreg, mint mondjuk ez a barna erdőtalaj, de mivel az erős lejtés, vagy mondjuk a gyérnövényzet, vagy bármi miatt lassabban tud alakulni benne a talajképződés, így megmaradnak, vagy valamilyen vásztalaj szinten, ami az csak egy marék földecske egy csomó kövön, vagy egy kőzet hatású talaj szinten, ami azt jelenti, hogy tényleg a helyben lévő kőzet anyaga alakul át, és tényleg a kőzetnek megfelelően lesz ott talajképződés. Ez történhet mészkövön, akkor úgy hívjuk, hogy rendzina. Ez történhet bázikus vulkáni kőzeteken, akkor úgy hívjuk, hogy ranker, vagy történhet sokkal málékonyabb, ugye nem pont, hogy a bázikusok a málékonyabbak, tehát azon is történhet, akkor pedig úgy hívjuk, hogy nyirok. És amikor ez eljut, addig a szintig, hogy sokkal nyugodtabb a környezet, vagy lazább az üledék, és mélyebben ki tud lúgzódni, mélyebben fel tud halmozódni, akkor már barna erdőtalajokról beszélünk. Nagyon jó.
Itt most két zonális típusú talajt próbáltunk látni az UV-dombon, és egy azonálist is sikerült többé-kevésbé elcsípnünk. Na, mit tudunk arról? Honnan jött? Hogyha azt képzeljük, hogy ez a Kárpátok, az a rész pedig ott a Kárpát-medence. Hát milyen volt? Lejtett? Nem. Nem lejtett, sík volt. A tetejéhez képest? Hát voltak éppen annak is kőzet máladékából átalakult rész is van benne. Ez nyilvánvaló, de azért minden esetben, hogyha medencéről beszélünk, vagy a hegyeknek az aljáról, akkor ott az anyag az az, ami lejön föntről. A mi alföldünkön olyan 1500 métert furogathatsz homokba, agyagba, kavicsba, és utána találjuk meg a kristályos alapkőzetet. Na most ezeken a puha, laza medence üledékeken alakulnak ott a talajok. Ergo a talajképzőkőzet fontos lesz, hogy az most homok, vagy agyag, vagy lösz, vagy hasonló, de mégis igazán, ami fontos lesz, az mi lesz? Az minek a hatása? Amúgy itt rajta van, úgyhogy nyugodtan lehet olvasni is. Nagyon jó! A talajvíz hatása. A talajvízhez való közelség. Tehát ez egy talaj, ami jött a völgytalpról. És ha az alját kiszedjük, így körülbelül idáig egészen jól elmegy réti talajnak, aztán itt már hazudunk egy kicsit. Akkor ebben milyen talajképző folyamatok történnek? Nagyon jó. Milyen humuszosodás jellemző víz hatott a környékeken? Ahol sok víz van, nagy a dzsindzsa? Pontosan. És az ott hogy tud elbomlani? Gyorsan vagy lassan? Nagyon jó. Nincs oxigén, tehát nem tud bomlani, a mikroszervezetek nem tudnak emészteni, nagyon lassan halmozódik fel. Jó, van egy sajátos humuszusodás a talaj, a réti talajokon. Mi van még? Mondjuk azt, hogy azon már túl vagyunk. Mondjuk azt, hogy már itt a laza üledékek a medence alján, agyagosodás inkább ott megtörténik a hegyeken, oda lemosódik az, ami marad belőle, vagy ami le tud jutni. Ide éppen valóban az agyagosodás jutott le. Tehát ez itt ugyanaz az agyag, amit itt gyúrogatok abból a szervényből egyértelműen, ami szintén hozott anyag a nagyobb, távolabbi környezetből, de hogyha azt képzeljük, hogy ez itt most a mi Kárpátunk, az ott meg a mi kis medencénk, akkor azon már túl vagyunk. Mi még, ami fontos? Ott van sósav. Csöpögtessük meg. Meszesedés. Agyér meszesedés. Ki fog csöpögtetni? A csöpögtető. Csöpögtető. Fentről kezdjük. Fentről kezdjük. A fekete szokott a fent lenni. Hé! Oké, akkor ez nem reprezentatív semmilyen szempontból, amit itt furtunk. De menjünk tovább. Lehet, hogy még eljutunk valameddig. Ott is. Ott is. Ott is. És az a vörös és agyagos cucc? Ott is van benne anyag. Jó. Tehát léteznek olyanok, hogy lejtőordalék talajok, szintén a romtalajokhoz tartozik, ami ugye alapvetően azt fogsz találni a tetején, ami fölötte van domborzat szerint. Ez jellemzően, hogyha a mi Kárpát-medencénk
medence aljzata aljáról jött volna, akkor itt egy darabig nem kéne pezsegnie. Mert kilúgzódott. Ez itt pezseg, mert az UV-domb oldalából lepergő, meszes, homokos üledék van a tetején. Meg lehet, hogy egy pár szó meg is ásták különben. Jó, akkor ezt ne réti talajnak adjuk el, mert egyáltalán semmi réti feature nincsen benne. Úgyhogy ez legyen az, ami. És ebben a formájában különben ez is simán kijönne agyag bemosódásos barna erdő talajnak, pangóvizesnek, lejtőhordalékosnak. Ezt nem sikerült elcsípni. Jó, de ha réti lenne, akkor hogy kéne kinézzen? Mondjuk, hogyha úgy egészen onnan a tó partjáról lenne. Az jó, de mondjuk itt a feketéje. Akkor a húsz tartalmát kimosd a bőről. Nem, nem. Azt mondtuk, hogy lassú a lebomlás, mert nincs levegő. Telített lenne, tehát... Ja, tényleg, tényleg. Feketés lenne az egész. Szó szerint a feketés. Nagyon korom fekete lenne. Pontosan, igazából legtetején, ilyen láposabb részeken megtalálhatod ugye magát a tőzeget, vagy kotut. Ezek azokra különböző elbomlottságú, vízhatású területeken képződő tőzeget azért mindenki ismeri. Ugye az aztán szénül tovább, és akkor lesz belőle lignit, vagy barna kőszén. De a talaj szintjén előfordulna mondjuk a tetején némi tőzeg. Mi lenne még az alján? Mi lenne a mésszel? Nem lenne. És mondjuk hol állna meg? Ne centit mondjunk, hanem úgy a helyet. Ugye mi hat egy réti talajra? Egyrészt az eső, vagy a folyó, az öntés, a bármi, tehát a víz fentről, ami jön, és igazán a réti talajoknak azt hívjuk, amire igazán ami hat, az a arra fele tovább fúrnánk, egyszer csak elkezdeni nagyon szötymősödni, és aztán már... Már? Mi lenne ott? A talajvíz. Tehát alapvetően a medence alján erre vannak ellenpéldák, de mondhatjuk azt, hogy a talajvíz fog hatni. A talajvíznek a mozgásai. A talajvíznek a mozgása pedig ameddig a talajvíz hat fölfele, illetve a fentről jövő kilúgzás hat, annak a találkozásánál lesz a mész, a legnagyobb mennyiségű mész felhalmozódás. Ez hasznos info, környezeti hatástanulmánynál meg akarjuk nézni, hogy meddig hat a víz, a talajvíz, mert rá akarunk építeni valamit, vagy bármi történik, akkor ez egy hasznos információ. Jó. Tehát lesz egy nehezen rosszul bomló humusz, korom fekete, vashumátos, nem is igazából humusz anyagokat tartalmazó, hanem egy teljesen más típusú bomlás eredményeként kialakuló humuszfajta. Lenne egy kilúgzottság valameddig, és mi lenne még? Mi hiányzik egy réti talajból, itt a vörös mellől? Milyen szín? Talán itt az alján már azért megjelenik, itt már hat. Pontosan. És mi a szürke? Itt valaki már jól tudta ezeket a vasakat. Vas kettő. Nagyon jó. Tehát mi történik itt? Itt lent, ahol már ilyen szürke. Már vasasod. Nem is a vas a lényeg, hanem a... Az egy oxigén hiányosabb? Pontosan ott, mert teljesen telített vízzel, szinte mindig. Igazából az itt már egészen nagyon szürke. Még egy kevés vasossága van. Itt ez a fenti vöröses rész, ez az agyag vöröséből ered, de azért látszik itt-ott rajta egy kis helyben képződő vasoxid, ami a visszalevegőzöttség, és akkor a vasáram kicsapódásának az eredménye itt. Tehát valamennyire hordoz ez réti külcsint, csak el van rejtve más mögé. Jó. Na,
Sikerült eljutnunk valahova? Bocsok. A talajosztályozásról van szó. Tehát mi lesz egy talajosztály? Mikkel kezdtük? És még ez jó darabig még vizsgán is sokszor nyaggatás tárgya lesz. Rétegzettség? Nem. Folyamatok. Bizony. Tehát egy-egy osztályra jellemzőek bizonyos talajképző folyamatok. Azokat a bizonyos talajképző folyamatokat, folyamat csoportokat meghatározhatja az éghajlat, vagy valamit éghajlattól független, ez többnyire a mikrodomborzat például lent az Alföldön, hogy mennyire vagyunk közel a talajvízhez. Hogyha például olyan közel vagyunk a talajvízhez, hogy a talaj fel tudja húzni kapillárisan a sós talajvizet, és fent a felszín közelében az kicsapódik, akkor a szikes talajok jönnek létre. Hogyha valahol teljesen, így a felső 50 centig állandóan víz hatása alatt van a talaj, akkor réti talajaink vannak. Lábtalajuk akkor vannak, amikor el is van fedve, és akkor azok a tőzegek meg kotuk képződnek rajta. Ezek lesznek az azonális részek. Jó, a romtalajok, vásztalajok pedig azok, ahol egyrészt lehetnek ezek a hegyvidéki vásztalajok, vagy romtalajok. Lehetnek ezek az öntés és lejtőhordalék talajok. Öntés talajok már nagyon nem igazán képződnek Magyarországon, minden egyes folyónk szabályozott, tehát új öntések nem alakulnak, de maga az, hogy mindig új öntéssel fedődik le a talaj, lehet egy akadálya a talajosodásnak. Lejtőhordalék talajok, azok nagyjából egy ilyen kevert, hasonló dolog, csak egészen mélyre. Egészen mélyen humuszos, egészen homogén, vagy valamilyen fura, nem szintezettség, hanem valami rétegzettség van bennük. Itt ugye pedig a rendes talajosodást, a rendes szintek kialakulását, a kilúgzás folyamatait az akadályozza, hogy mindig kap új anyagot a tetejére. Jó. Vannak ezek a csernozium talajok. Volt szó ilyenekről? Ugye azok, ami azt boltoltuk Fehérlóért, elég jó anyag. Még meg is érte. Mi a különbség a barna erdőtalajok meg a csernozium talajok talajképző környezete között? A csernozium talajok igazából síkságokból. Nagyon jó. Ott az éghajlat? Hát ott melegebb. Melegebb és? Szárazabb. És mi az, ami még történik? A száraz nyári időszakban, illetve a téli időszakban? Kiszárad. Kiszárad, vagy megfagy, tehát leáll a bomlás. Leáll a talaj élet viszonylag hosszú időszakra nyáron is, meg télen is, ellenben az átmeneti időszakok hihetetlenül dúsak. Ezt a májust, ezt mindenki látja, elképesztő, abundáns, hatalmas, nagy mennyiségű zöld tömeg képződik, ami nyárra oda beszárad, ott marad takarja, eredendően, ugye ezek mostanra már mindenhol szántottak, tehát így ennek megfelelően természetes folyamatok nem történnek, de ott az lesz a lényeg, hogy a humuszosodás a legfontosabb rész, ráadásul minőségi humusz. Átlevegőzött ezekben az intenzív időszakokban, tavasszal vagy ősszel, nagyon jó minőségű, sok humuszanyag képződik. Mély, 70-80 cm mélységű csernozium talajaink is voltak valaha, még most is azért akadnak. Jó. Úgy világos a koncept? Aha, menjünk már. Ez a bólogatása, menjünk már, ismerem. Tehát egy talajt, talajképző folyamat, csoportok alakítanak ki. Ezeket nagyjából mi el tudjuk csípni. Ezek lesznek mondjuk az erdő talajoknak
a kilúgzás, agyagosodás, agyagfelhalmozódás és a sajátos humuszosodás, ez egy bizonyos megjelenésű talajszelvényt fog kialakítani. És ezeket barna erdőtalajoknak hívjuk, ezeknek a részleteiről nem tudom, Endre, meddig akar ebbe belemenni. Én itt igazából csak ezt a koncepciót akartam megmutatni, meg megnézni még, hogy ez a talajképző folyamatok téma mennyire vésődött be, de úgy látom, hogy ez majd még vizsgaidőszakig várat magára. És ezek lehetnek valamilyen éghajlati vagy domborzati szinten lehatárolhatók, vagy valamilyen egyéb szinten. És akkor még egy utolsó kérdés is tényleg lehet menni, hogyha itt van nekünk ez a térképünk, most már ennek a fényében. Így, mindenki látja. Mondjuk rámutatok egy színre. Itt a karikában is próbáljuk megmutatni. Angolul azért fog menni, ugye? De fordíthatjuk. Itt van ez a világos sárga. Hogyha nem tudjátok, hogy mi az, akkor is mi lehet az? Nagyon jó. És ez itt éppen úgy hívja, hogy blown sand, tehát egy lepel homok, egy mozgó homok, egy tökéletesen... Melyik részbe húznánk be? Nagyon jó. És amikor ilyen mustársárgább lesz, mert akkor maradjunk még a homoknál. Az ott már... Humuszos homok talajok. Pontosan, tehát így nem mozog. Ennek lehet több oka. Lehet az az oka, hogy a növényzet kellően befette, lehet az az oka, hogy kellően közel van a talajvízhez, hogy maga nedves állapot fogja meg, és ne tudjon elmozdulni. És akkor már lesz egy kőzethatású talajunk, alapvetően a talajképző kőzet fizikai félesége fogja meghatározni, hogy hogy működik az a talaj. Jó. Szerintetek melyik a csernozium? A sötét barna. Nagyon jó. És mit láttok, mivel váltakozik a csernozium? Hát ez a rózsaszínes virág. És kik ők? Tehát ők a szikeseink. Tehát látható az, hogy van egy zonális, tehát alapvetően, hogyha csak éghajlati szinten közelítenénk meg, akkor itt lenne nekünk egy nagy adag csernoziumunk, mert itt igen kitűnő löszök, áthalmozott agyagos vályok, fizikai féleségű áthalmozott löszeink, vagy éppen ilyen öntés, homokok, agyagok váltakozásában, de mégis egy ilyen alföldi régión belül az éghajlat maga egy füves pusztát teremtene, a füves pusztán pedig ilyen csernozium talajok jönnének létre, de mégis az éghajlaton kívül másokból kialakulhatnak a szikesek, amik a talajvíz által hozott sók, által terhelt vagy befolyásolt talajaink, vagy kialakulhatnak a rétiesebb, tehát ugyanazok a csernoziumok, csak a réti hatás, a levegőtlenség, a vízhatás miatt másképp működnek. És akkor itt még csak egyetlen egy dologra így itt, hogy hívják itt ezt a, mert azért mégiscsak szívünk csücske a bükkalja, hogy hívják itt ezt a barnás részt a hegyvidék alatt? Lejtőhordalék. Jó megközelítés, de nem. Akkor nem lehet jó. Ismeritek azt a tájképet így? Nem is tudom, hogy valamiben miben látható. Gyönyörű szépséges tájkép, alapvetően így nézett ki régebben, ahogy így elindultunk az Alföld sztyeppéről fölfele a hegyekbe. És ilyen erdőfoltos sztyeppe így elindul fölfele. Máig, mit tudom én, Kékmező, Kisgyőr környékén a sétáltok, ott még van egy-két fás levegelő, ami egy kicsit emlékeztet erre a külcsínyre. Gyönyörű szép táj.
Így amúgy pontosan ez a külcsíny adja meg a nevét is. Vannak erdőfoltocskák, tehát erdőtalaj lesz, de vannak füves részek. Hogy? Szürke? Miért szürke? Aranyos különben inkább fekete lenne, mert a csernozium az azt jelenti, hogy fekete talaj. Tehát átmeneti mély humuszos szinten rendelkező, de mégis az agyagmozgást is mutató átmeneti talajtípusaink is vannak, ilyenek például a csernozium barna erdőtalajak. Ami különben nagyon jellemző, tehát a nevezéktanban azért nagyon sok réti talaj. Mi a rét? Hát ami nem erdő. Azért van még egy pár opció. Így a rét, amikor így volt a falunak, mit tudom én, 360 hektárja, mit használtak rétnek? Mert ugye akkor ezzel már súgtam, ez azért inkább egy ilyen területhasználati nevezéktan. Hát a művelés alatt álló. Mi a réti talaj? Azért erről már beszéltünk. A vizes területek, amit nem lehetett kaszálni, azok voltak a rétek, ahol így ilyen kisebb mennyiségű, épp csak legeltetésre használt területek. Erdőtalajok ugye szintén elég egyértelműek. A csernozium talajokat hívjuk mezőségi talajnak, ami ugye már egy sokkal inkább egy természetes táj, a mezőség maga. És hol volt itt? A szikeket ismerjük. Igen, alapvetően az erdő, a réti és a mezőségi, az, ahol így ezek a tájföldrajzi nevezéktanok is megjönnek. Jó, még egy olyan kérdés, ez már inkább Egedűs András kérdezni. De miért? Pontosan. Miért van az, hogy itt vannak ezek a pirosak? Kik ők? Azok az erdőtalajok? Nagyon jó. Ők ott az erdőtalajok, és ott erdők azért, mert... Egységek. Pontosan. És amikor eljutunk ide, akkor hirtelen piros lesz így ez az egész karé. Hát igazából a dombságok található, tehát az is be van erdő. Az se rossz, de mégse jut el mondjuk 800 méterig. Nem mondjuk 360 maximum. Tehát nem a vertikális zonalitás eredménye, hogy ott erdő van. Melyik oldal az? Ja, nyugati, több a csapadék. Pontosan. Tehát így ez az éghajlati hatás, ugye, ami eredhet domborzati, eredetű, éghajlat, illetve a nagyobb, globálisabb hatású éghajlati hatás eredménye. Uccu. Dobos Endre elmondja a részleteket.